bal mellében egy éles szélű, a kép alapján jóindulatú elváltozást látszik. Valószínűsítettük, hogy egy ismert cisztája megnőtt. Ultrahangvizsgálatra hívtuk, és ez a ciszta leszívásra került. Ezt itt helyben pillanat alatt meg tudjuk oldani. Egy mammográfiás szűrésen olyan elváltozások is kiderülnek, ami a hölgyek számára még nem észrevehető. Ezért fontos, hogy a 45 éven felüli nők részt vegyenek ilyen szűrővizsgálatokon. A térségből a nőket eddig máshová hívták be, most viszont helybe szól az értesítő. Nemrég derült ki, hogy a megyében harmadikként népegészségügyi emlőszűrést végző szűrőhelyén nyilvánították a Halosi Kórházat. Az országban évente 7000 új márákos megbetegedést regisztrálnak, és körülbelül 2000-en halnak meg emiatt. Sajnos egyre fiatalabb korban is jelentkezik. Ez a megyében ez durván egy olyan 300 új megbetegedést és közel 100 fő halálozását jelenti Bács-Kiskun megyében. Ugye eddig a betegeknek Baján és Kecskeméten volt lehetősége a szűrésre. Itt Halason beutalóval, háziorvosi beutalóval, mammográfiás vizsgálatokra volt lehetőség. Ez most olyan értelemben változik meg, hogy az érintett korcsoport, tehát a 45 és 65 év közötti hölgyek két évente behívó alapján részt vehetnek a szűrésen. Ez azért nagyon fontos, mert az időben fölismert emlődaganatok nagyon jól gyógyíthatók. Sokan már csak nagyon előre haladott tünetekkel mennek orvoshoz, pedig nem kell félni, mondja Lengyel János. Ma már nagy hatásfokkal és a korábbinál jóval kisebb csonkolással tudnak gyógyítani. A vizsgálatukra behívókat már megkapták a 45 és 65 év közötti halasi nők. Azt kérik, aki mégsem kapott értesítést, hívja vagy keresse fel a rendelést, és az is egyeztessen, akinek nem jó a megküldött időpont. Szűrőprogramokban az 50%-os megjelenés lenne az ideális. Hát mi olyan 30% körül kapunk betegeket, de hát még most kezdtük, és bízunk benne, hogy nagyobb számban meg fognak jelenni. A kiskunhalasi lakosokat az ANTS-től és az OEB-től kapott lista alapján hívjuk be. Azok a nők kerülnek behívásra, akik két év alatt az országos nyilvántartás alapján sehol nem jártak mammográfiás vizsgálaton. A szűrővizsgálat kevés időt vesz igénybe, és életet menthet, ha időben felfedezik a betegséget. Az egész vizsgálat az körülbelül 10 percet vesz igénybe. Először is adatfelvétellel kezdünk. Az asszisztensek részéről fizikális vizsgálat is történik, majd 4 felvétel készül. 2 felvétel a jobb mellről, és 2 felvétel a bal mellről. Ez egy picike fájdalommal jár, de én azt hiszem, nők vagyunk, és tudjuk, hogy ha kapunk egy negatív eredményt, az mindent felettet. És hát azért csináljuk ezt az egészet, mert a cél az, hogy azokat a daganatokat fedezzük fel időben, amit még senki nem tapint, és ezek nagyon nagy százalékban gyógyíthatók.